Úgy tűnik nem tartott sokáig a vándormadárnak éppen nem számító a Honvédnál 7 évre gyökere teresztett futballkapus Paksi kalandja. Kemener Szabolcs ősszel alapember volt Csertői Aurél 8. helyen telelő csapatában. Most mégis távozhat valami fajta nézeteltérés miatt, a hírek miatt. Hát jövőjéről és lehetőségeiről kérdezzük ő. a Szabolcs! Jó reggelt kívánok! Te milyen be vagy Csertői Aurél -a? Alapvetőleg nem rossz a kapcsolatunk, meg nem is volt rossz a kapcsolatunk. Én azt gondolom, hogy ilyen előfordul, hogyha két ember, aki már azért viszonylag régebb óta dolgozik egy adott szakmában, és vannak bizonyos nézeteik, azok nem mindig találkoznak. Ez most egy ilyen szerencsétlen helyzet volt, de Tehát két erős egyéniség összezördül. Valójában ennyi történt, tehát igazából nagyon nagy dologról nem tudnék beszámolni, ez egy ilyen szerencsétlen véletlen volt és úgy ítéltük meg, hogy, hogy valószínűleg jobb, hogyha ha nem együtt folytatjuk a jövőt. Uh -huh. Na most például, most hogyha értsem, hogy miről van szó, szóval mondjuk túl sok volt egy edzésen a felső sarkos ilyen szivatos lövés? Hát ennyire konkrétan most úgy nem mennék bele, hogy pontosan mi volt így az ok, de ez, amit elmondtam, hogy hogy neki is, vannak nézetei nekem is és ezek nem feltétlenül mindig találkoztak, de mondom, nem kell gondolni óriási ajtócsapkodással meg semmi ilyesmire. Tehát két ember beszél egymással, meg tudom, Van ilyen, igen. Ráadásul a paksi vezetőkkel is azt beszéltük, hogy van egy számomra viszonylag sikeresebb fél év mögöttem és akkor megpróbálunk a piacon valami olyasmit találni, megoldást, ami, ami nekem is előnyös a jövőben. Hát mindeközben talán furcsa lehet a dolog, mert hogy tényleg egy sikeres időszak van mögötted, és hogyha valamelyik csapatnak szüksége lenne rád, az éppen a Paks, azt gondolnám. Igen, valóban, de ugyanakkor azt tudni kell, hogy Paks kapus fronton nem áll rosszul. Eddig sem állt rosszul, azt gondolom, hogy ez után sem fog, mert amikor én oda kerültem, akkor szó volt arról, hogy az utánpótlás vágatott székergyő, hogy esetleg távozik és mivel az ő távozásával ugye lett volna egy üresedés, ezért szerződtem én nyáron paksa. Azonban valamilyen oknál fogva nem jött össze az ő igazolása. Vagy tehát Vagyis a... ő előre léphet a helyedre. Így van, így van. Tehát lehet azt mondani, hogy kvázi sokan is voltunk már az adott pozícióban. Ugye Molnár Péternek volt egy, egy sérülés, amiből szerencsésen most már felépült. Tehát létszámra nem, nem csökken a, a bevethető kapusok száma pakson. Azt gondolom, hogy ebben nem állnak rosszul. Mindemellett a bizalmat, a szakmai bizalmat te érezted, igaz? Abszolút, persze. Tehát ezzel Abszolút. Ez a, a, a része teljesen rendben volt. Egyébként hogyan érzed, milyen szinten sikerült teljesítened Csertői Agroja magával, a játékoddal elégedett lehetett? Ö, jó kérdés egyébként, mert visszanézve a mérkőzéseket, talán kettő olyan meccs volt, amire azt mondtam, hogy itt nem igazán tudtam hozzátenni a, a csapat játékához, amiért nyilván elégedetlen az ember egy kicsit, hogyha, ha nem tud hozzátenni. Összességében, amit kitűztem célt itt saját magam elé, az úgy, az úgy nagyjából, nagyjából, sikerült megvalósítani. Az, hogy ez hogyan fog folytatódni, ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon érdekes kis klub vagy csapat magyar focistákkal, és nincsen, nem, hogy mondjam, tehát nem politikai kedvencek, nem gazdagok, nincsenek könnyű helyzetben, most is úgy tűnik, lesznek-e szerinted kiesési gondjaik tavasszal? a keret alapján egyáltalán nem kellene, hogy legyenek. Tehát egyáltalán nem. És arról is, és hogyha megnézzük az eredményeiket, tehát évekre visszamenőleg, folyamatosan azt látjuk, hogy képesek olyan eredményeket produkálni ott Pakson, amik arra predestinálják a csapatot, hogy azért ebben jóval több van. És ugyanez volt ősszel is, hogy hazai pályán veretlenek maradtunk, a Fradit megvertük idegenben. Tehát, hogy voltak olyan eredmények, amik alapján egyáltalán nem kellene, hogy legyenek. Viszont azt is látni kell, hogyha valaki belekerül egy, egy hullámvölgybe, mint ahogy mi az elején, bár Veretlenek voltunk hazai pályán, de rengeteg X-ünk volt. Ezáltal ott voltunk a kieső zóna közelében egész össze, pont azért, mert a, a szezon elején egy 5-6 a hullámvölgybe kerültünk. Tehát, hogyha ezt el tudja kerülni a csapat, hogy legyen még egy ilyen, akkor szerintem nem lesz kiesési gondja a Paksnak. Mindezek fényében bevált, neked tetszik ez a szűkített létszám, ez a 12 csapatos MB egy azzal, hogy nem csak kétszer, nem csak a klasszikus oda-visszavágós módon találkoznak a csapatok? Abszolút. Szerintem, szerintem ez egy jó ötlet, mert hogyha, ha megnézed a sorsolást, akkor gyakorlatilag egymás után jönnek olyan nagy nevek, amik mondjuk a 16 csapatnál mondjuk vártál négy hetet kvázi derbikre. Az, hogy a 12-ből kettő kapásból kiesik, az lehet, hogy egy kicsit drasztikus, tehát lehet, hogy lehetne egy kieső, egy osztályozó, de ez már lebonyolítási rendszer kérdés, de szerintem jót tett, igen. Na most közben a volt csapatod a Honvéd meg a felépett a második helyre a dobogón. Ő, őket hogyan figyele, szóval milyen, milyen szemmel nézed a, a sok sok év után? Hát abszolút szeretettel természetesen, és nagyon-nagyon örülök, hogy a honvédnak így megy idén. Voltak előjeleli ennek, hogy lesz egy, egy olyan szezon, amikor végre jó, jó idényt fog futni a csapat. Most abszolút úgy néz ki, hogy van potenciál a keretben, tehát hogyha végigmegyünk egyesével posztonként a kispestieken, akkor egy nagyon-nagyon erős keretet találunk. Én azt gondolom, hogy a Videotonnak és a Honvédnak van most a legerősebb kerete az mb 1 ben Ha ránézzük a tabellára, ezt is látjuk egyébként. Tehát a Fradinnál erősebbnek érzed a... Én azt gondolom, hogy erősebb. Igen, azt gondolom, hogy erősebb, és jóval régebb óta érlelődik már a keret. Tehát most már nincs ez az, az óriási fluktuáció, mint ami régen volt Kispesten, hanem van egy nagyon stabil mag, akik most már évek óta ott vannak, és ezek mellé érkezett például idén ugye Lánzafám, visszatért, aki, aki egy óriási lökés ennek a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ki fog tartani a honvéd lendülettel a szezon végéig. És olyan érzés nincs benne, hogy a francba egy évvel később kell volna lejönni. Nincs, nincs, mert az én történetem azért hat és fél év után ott Kispesten egy kicsit elfáradt. Tehát azt gondolom, hogy nekem is, meg a, a csapatnak is kellett egy, 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 egy ilyen Felfriss, kvázi felfrissülés, megújulás. Ugye a jövő hogyan alakul, azt nem tudom, de egyáltalán nincs bennem rossz érzés. Én Hemingvé kérdeztem itt a héten, ő azt mondta, hogy nincs nincs visszaút. Mármint hogy ő szerinten nincs visszaútad a honvédba. Jelenleg most... ez nem is aktuális uh -huh. kérdés. tehát uh -huh. Jelenleg egyáltalán nem aktuális kérdés. Kapus szerencsére a Honvéd is jól áll. Megmondom uh -huh. őszintén, hogy nekem sem jutott eszembe, hogy most akkor fél év után egyből vissza kelljen igazolnom, egyáltalán szó sincs erről de mondom, a mai napig olyan a kapcsolatom a srácokkal, sőt a vezetőedző Márko Rosszival is, hogy mint hogyha el se jöttem volna, tehát az emberi része az teljesen megmarad. Most a szakmai utak másfele visznek egyelőre. Na most Szabolcs, hogyha te, mint egykori Cséká csapatkapitány ott lennél, akkor azért ezeknek a fiataloknak járt volna egy-egy tockos proszernek, botkának, hogy ebben a helyzetben Azért ezt Lelépnek? Ezt, ezt, ezt egy kicsit árnyalni kell, ezt a képet. Na, nézzük, Tehát én is látom azt, hogy óriási felháborodás van a szurkolók ja, körében. Nagyon-nagyon ez ez nagyon szomorúak nyilvánvalóan, mert nagyon Igen, igen, nyilván. Én olvastam na, rengeteg hozzászólást, és véleményt inkább, nem hozzászólást, inkább véleményt, és akár Fradi oldalról is a botka Endre igazolásával kapcsolatban. Van nagyon jó meglátásuk ebben a történetben, viszont azt az egyet látni kell hogy ezek a srácokért nem álltak sorba éveken keresztül a nagyobbnál nagyobb klubok. És nem az van, hogy választani kellett egy Liverpooli ajánlat, egy Puskás Akadémia vagy a Fradi között. Tehát nem erről volt szó. És azért az, hogy Magyarországon ma valakiért ennyi pénzt áldoz egy klub, hogy a soraiban tudja, függetlenül a nevétől, hogy ez most Puskás vagy a, vagy a Ferencváros, azt meg kell becsülni, és azon el kell gondolkodni, és nyilvánvalóan ennek van egy olyan vetülete is, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy az a klub, aki akitől távozik a játékos, az hogy jár ezzel a transferrel. És még egyszer mondom, hogyha lett volna rengeteg ajánlat ezeknek a srácoknak, és ráböknek pont erre, akkor, ahogy te is mondtad, mm -hmm. meg lehet fontolni a tockost de azért azt látni kell, hogy, hogy nem arról volt szó, hogy ajánlat hegyek, és akkor abból egyet kiválasztotta. Hát arról volt szó inkább, hogy a honvéd, hogy mondjam, piaci működés jeleit mutatja. Nem mindenki teszi ezt, de a Honvéd tehát a viszony, van ajánlat, akkor eladjuk a játékot. Hát, hogyha olyan ajánlat van, nyilván, mert, mert azért érkeztek Igen. másokért, ezt, azért tudom, hogy másokért érkeztek olyan ajánlatok, amiket nem lehetett komolyan venni. És ott Hemingway úr azt is mondta, hogy hát gyerekek, ne vicceljünk, tehát ezt nem, uh -huh. ezt nem. Valószínűleg olyan, olyan ajánlat érkezett azért a két játékosért, amit meg kellett fontolni, és hogyha ha például a Botka Endre példáját vesszük, akkor rengeteg hosszú évet töltötte a Kispesten, úgy érezte, hogy neki ez most előrelépés lesz, Ö, ezzel a mezégetéssel kapcsolatban azért az nekem nagyon furcsa, hogy valaki a szeretet imádott klubjának a, a mezét és a címerét is elégeti. Tehát én nekem egyből az jutott eszembe, hogy 56-ban mi történt, kivágták a magyar zászló közepéről az önkényuralmi jelképet, és akkor meg volt oldva a történet, nem pedig elégették az egész lobogót. Tehát ez nekem egy kicsit falsos, hogy elégetem a kedvenc klubom címerével ellátott mezt, függetlenül attól, hogy most rá ír írva, vagy botra vagy nem. így mondjuk kivágni belőle egy számot, nem? Tehát, hát vagy valami, valami is. igen. Tehát ami jelzés értékű. Ö, én játékos oldalról abszolút értem a, a, a botkaendre döntését, a szurkolók felháborodását is egyfelől, viszont nyilván ennek is kell egy gátat szabni, hogy meddig Miláns. lehet elmenni ebben. De menj, térjünk vissza rád itt a vége felé. Az mb1.hu portál hírbe hozott a vasassal elképzelhető célpontja a Fáj utca. Ez egy nagyon jó kérdés, megmondom őszintén, hogy eddig hozzám a hírek viszonylag csekély mértékben jutottak el. Engem is keresnek meg újságírók, és kérdeznek rá olyanokra, mint például most te is, amikről többet, többet tudtok, mint én. Egyelőre semmi olyan nincs, ami ami, ami konkrétum lenne, és egyelőre tényleg nem tudok sem olyanról beszélni. Talerannal szóval sürgősen várakozol? Sürgősen várakozom? Igen, igen, uh -huh. igen, igen. Gyakorlatilag erről van szó. Csak 1-es klubok jöhetnek szóba? Hát jó lenne, hogyha valami külföldi opció is esetleg lenne ebben a történetben. Mondom, jelenleg teljesen... No, jó, most csak arra gondoltam, hogy a felcsúti pénzmágnest véve van-e olyan, a, tehát van -e olyan a, perspektíva, hogy lejjebb menni egy osztálya, vagy ezt felejtsük el? Hát al tehát alapvetőleg nem szeretnék. Uh -huh. Alapvetőleg nem, nem szeretnék lejjebb menni. Aztán, hogy mit hoz az élet, azt nem tudom, mert hogyha mondjuk még március közepén is itt ülünk és erről beszélgetünk, akkor meg pedig valahol játszani kell, legalább fél évig, de remélem, hogy odáig nem jutunk el. De a fő cél akkor most inkább a külföldi az, hogy egy nb magyar klubnál első számú kapusnak lenni. Kérdés azért jó, mert eleve a váltás is nagyon hirtelen jött. Tehát nem volt igazi előszele ennek, és azért télen nem olyan egyszerű a piacot igen. megbolygatni. Tehát nyilván ami ajánlat lesz, azt mérlegelni fogom, de hosszú-hosszú várakozás nem lehet, mert ugye zár az átigazolási piac pár héten belül, tehát nem egy olyan hosszú, mint a nyári. Meglátjuk, hogy ebben mi fér. vagy? Amúgy igen. Uh -huh. Amúgy igen. Amúgy uh -huh. igen, mert azt gondolom, hogy az elmúlt fél évben, amit lehetett, azt igyekeztem megtenni. Itt meg már olyan tényezők is vannak, amik nem rajtam múlnak. Mm -hmm. Na most hát ugye a 30 év az nem kor, egy, főként egy kapusnál, és hogyha úgy gondolkodol a, a jövődről, hogy ebben, mondjuk ebbe benne van, hát 10 év, 8 év, benne lehet 10 év is, nem? Benne lehet, igen. Én, élvonalbeli szinten is, akkor, akkor hogyha hol tartunk, hova tartunk, a külföldnek még kell lenni benne? Jó kérdés, én bíznék benne, bíznék benne mindenképpen. Azért azt látni kell, és reálisnak kell lenni, hogy ugye nem vagyok válogatott, tehát nem arról van szó, hogy meg tudtam mutatni magam mondjuk Franciaországban az eb és akkor most jöhet, aminek jönnie kell. Tehát a realitás talaján kell maradni, meglátjuk, hogy, hogy mennyi van még ebben a külföldtörténetben, Igazából akkor lehet esetleg esély, hogyha olyan országról beszélünk, ahol próbájátékra kell menni, mert és ha valaki ránéz az eredménylistámra, akkor az alapján lehet, hogy azt mondja, hogy akkor inkább megnézem a, nem tudom mondjuk a, a horvát válogatott kapust, vagy a szlovák válogatott kerettag kapus, vagy akárkit. Tehát azért reálisan kell ezt a helyzetet kezelni, nem sok ország jöhet szóba, azt gondolom jelenleg, de hogyha azok közül bármelyik szóba jön, akkor meg kell fontolni igen. Hát akkor én sok szerencsét is kívánok neked ebbe a helyzetbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.